Kiskin is fennállásának 775. évfordulója alkalmából megrendezett 19. falunap ünnepi istentisztelettel kezdődött július 24-én a református templomban. Blaner András, a református lelkész történelmi visszaemlékezése utáni ige hirdetésében hálaadásra kérte az egybegyűlteket azért az Úrtól kapott kegyelemért, amely 775 évig fenntartotta Kiskinist, s kegyelmi áldást kért a település és lakóinak további fennmaradását. Imára szólítva a jelenlévőket, majd a himnusz eléneklése után Orosz Miklósné, a település polgármestere köszöntötte a megemlékezőket, és sajnálatát fejezte ki Kiskinis, erdélyi és felvidéki testvértelepülései képviselőinek kényszerű távolmaradásától, akik a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt nem lehettek jelen az ünnepségen. Beszédében emlékeztetett a sok katasztrófát, háborút és rombolást látott település történelmére és fejlődésére, köszönetet mondva az elődök kitartásának. Kiemelte, Kiskin is élhető településsé nőtte ki magát az idők folyamán, ám messzire kell még jutnia. Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt. Idézte Szent Pál apostol iránymutatását a jövőre nézve, megnyitva ezzel a falunapot. A kiskini zsidiákok ének és gitár előadása után Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke tolmácsolta ünnepi gondolatait, és gratulált Kinizsi Pál szobora hatásához, hiszen, mint mondta, a legyőzhetetlen hadvezér leszármazottai a község jelenlegi lakóinak a többsége. Az elnök beszédében egyetértően utalt dr. Fenyvesi László történész azon feltevésére, miszerint Kinizsi Pál 1432-ben Kiskinizsen látta meg a napvilágot, vélhetően Szent Pál apostol megtérésének napján, január 25-én. Abban az időben ugyanis bevett szokás volt, hogy a gyermek névadója a születésnapjának védőszentje volt. Kinizsi Pál emlékezetes győzelmeit felidézve utalt arra, hogy a legenda szerint Mátyás király híres hadvezére élete minden csatáját megnyerte, példát mutatott hősiességből, hazaszeretetből, vitézségből. Legyenek rá nagyon büszkék, méltó arra, hogy szobrot emeljenek neki, hangsúlyozta. Jókai Anna szavait idézve, miszerint a jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet. Felhívta a figyelmet, hogy Kiskin is a mai szoboravatással kiegyenlíti tartozását. Kívánom, hogy őseikhez méltón éljék életüket. Őrizzék a múltat és építsék a jövőt, tette hozzá a közgyűlés elnöke. Az ünnepi istentisztelet László Attila erdélyi énekes műsorával, legvégén pedig a székely himnusz eléneklésével zárult, emlékezve a határon túli testvértelepülésekre. Ezt követően Orosz Miklósné Kiskinis polgármestere és Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke leleplezte a polgármesteri hivatal udvarán felállított Kinizsi Pál szobrot. Varga Bertalan atya és Blaner András református lelkész megáldotta és megszentelte a települést, annak lakóit, valamint a szobrot. Mazur József népi fafaragó tölgyfa törzsből készült alkotása egy mindenkit legyőző ereje teljében lévő férfit ábrázol, kezében kétkezes kardot tartva. A szobor teljes magassága 2 méter 30 cm, Kinizsi alakjának magassága pedig 2 méter. Minden éven július utolsó hétvégéjén megrendezzük a falunapunkat, és mindig valamilyen aktuális dologhoz kötjük. Vagy tájházavatás, vagy a székelykapuavatás, amit az erdélyektől kaptunk, és most a településünknek a 775. évfordulóját ünnepeljük tulajdonképpen, és ez adta az aktualizált dolgot, és hogy megmaradjon a jövő számára, ezért készítettünk egy Kinizsi Pál szobrot, mert kapcsolódik Kinizsi Pál neve a településhez. Annak idején Kenéz néven, Y-nal írták a Kenéz nevet, Kinizs nevet tulajdonképpen, és a Kinizsi nemzetségnek a családjába tartozott ez a település is. Hát az évek hosszú során, a törökökkel történt háborúzás során a település elvesztette a lakosságát, az egész
települést lerombolták, és később települt be ismét magyarokkal. Aztán a település életében mindig fontosak voltak a hagyományok ápolása. A képviselőtestülettel erre mindig óriási hangsúlyt fektetünk, hogy hagyjunk valamit a jövő számára. A 25 évre szóló jövőnek szánt üzenetet a szobor talapzata előtti talajba egy időkapszulába zárták, amelyben elhelyezték Borsodabaúj Zemplén megye napilapjának, az Észak-Magyarországnak a 2020. július 24-i számát, a település aktuális névsorát, valamint két darab Kiskinizs eseményeit megörökítő fotókat tartalmazó pendrive-ot. A rendezvény záró akkordjaként 775 darab postagalambot repítettek a magasba, hogy vigyék hírét Kiskinizs háromnegyed évezredes fennállásának.